Sziasztok! A feltörekvő kínai hifi gyártók zavarbejtő mennyiségben dobálják a piacra az újabb és újabb dakokat. Néha még én is beleszédülök, még annak ellenére is, hogy azért az átlagnál szorosabban rajta tartom az újamat az iparák pózusán. Amint egy nevesebb csipgyártó kijön a legújabb lapkákkal, rögtön megjelennek az erre épülő eszközök is. Megmondom nektek őszintén, hogy egy kicsit kezd is a dolog unalmassá válni, mert egy ideje ez a fejlődés nem igazán manifestálódik a hangminőség folyamatos javulásában, és egy kicsit hiányzik a wow élmény is. Az az igazság, hogy ezek a cuccok már régóta elég jók, ezért rendhagyó megközelítés szükséges ahhoz, hogy igazán melbevágó legyen a javulás mértéke. Nyilván felmerül bennetek a teljesen jogos kérdés, hogy akkor miért vállaltam el, hogy tesztelem az SMSL DO 300 EX-et. Nos, a válaszom erre a kérdésre az, hogy a technikai megvalósítás szempontjából végre valami mással rukkolt erő az AKM, valamint a csatornámon még soha nem mutattam be DAC és fejhallgató erősítő kombót. A főcím után tehát ez fog következni. Mielőtt folytatnánk a mai témát, engedjétek meg, hogy felhívjam a figyelmeteket arra, hogy ha szeretnétek még sok hasonló tartalmat látni a csatornámon, akkor ne felejtsétek el lájkolni ezt a videót, illetve iratkozzatok is fel, amennyiben ezt még nem tettétek meg. A csatornát támogathatjátok Patreonon, Paypalon vagy Buy Me a Ezeken felül közvetlenül a Youtube-on keresztül is küldhettek adományokat a videó ablak alatti szuper köszönet gomb segítségével. A videóhoz kapcsolódó linkeket és információkat mindig megtalálhatjátok a videóim leírásában. Ahogyan a korábbi részletes teszteknél is, ezt a videót is fejezetekre bontottam, ezért ha egy bizonyos részt át szeretnétek ugrani, vagy éppen egy konkrét dologra vagytok kíváncsiak, akkor a videó idővonalán vagy a videóm leírásában található címkékre kattintva a megfelelő részre ugorhattok. ez a DAC a, a DO termékvonal a többi tagjához hasonlóan az Ausida Audio és az SMSR közös kooperációjának köszönhetően jött létre. A DO 300 EX fekete és ezüst előlappal is kapható. Amikor az Ausida megkeresett a termékkel kapcsolatban, én a megszokott fekete színre szavaztam, de amint láthatjátok, ennek ellenére egy ezüst előlapos teszt kaptam, ami így utólag nem is olyan nagy baj, mert talán ez a szín jobban visszaadja az újra dizájnolt előlap vonalait. A készülékháza modern unibody kialakítás helyett ezúttal inkább a klasszikusabb iskola alapján lett kivitelezve. Ennek megfelelően néhány csavar eltávolítása után a ház teteje és az alja könnyen szétválasztható. Az előlap bal oldalát egy színes IPS kijelző foglalja el, amelyet edzett üveg véd az esetleges sérülésektől. Ettől jobbra helyezték el a forgatható és benyomható enkódert, amelyel a hangerő szabályzása mellett a menürendszerben is navigálhatunk. Maga a gomb határozott kattanásokkal fordul el, de az amúgy tömör alumíniumból legyártott gombnak azért van egy enyhe Az előlap jobb szélét egy 4,4 mm-es szimmetrikus, valamint egy 6,3 mm-es single-ended fejhallgató kimenet foglalja el mindkét csatlakozó aranyozott felületkezelést kapott. Természetesen az ablak is távirányítható a mellékelt RC-8C távirányítóval. A hátlapon a csatlakozók sora egy-egy szimmetrikus XLR, valamint RCA vonal indul, amelyeket a digitális bemenetek követnek. Találunk itt koaxiális és optikai digitális bemeneteket, i bemenetet, egy USB-C bemenetet és végül a Qualcomm Bluetooth es vevő antenna csatlakozóját. A tápellátás egy szabvány IEC csatlakozón keresztül történik, amelyben kapcsolót is integrálták. Ez természetesen azt is jelenti, hogy ez a DAC is beépített tápegységgel rendelkezik. Az USB-C bemenetet egy kicsit indokolatlannak érzem, hiszen bőven lett volna helye egy hagyományos USB-B bemenetnek is a hátlapon, de gondolom haladni kell a korral, na és a kábelgyártók sem fognak nyilván hisztizni, amiatt, hogy le kell cserélnünk a megszokott USB kábeleinket. Mindenesetre már, ha nem tévedek, a kapcsolódó EU direktíva elméletileg nem kötelezi a daggyártókat az USB-C használatára. Ahogyan azt már megszokhattuk, a do 300 ex belseje elég takarosan van kivitelezve, és az összeszerelés, valamint a forrasztás minősége is hibátlan. A tápegység ezúttal is kapcsoló amely a megfelelő biztonság elemekkel és szűréssel van ellátva, és a gyártó által publikált mérési eredmények alapján elég kicsi a tápza is. A DAK adja ezúttal is a megszokott M32 F103-as ARM mikrokontroller, a digitális bemeneteken érkező jelek feldolgozásáért pedig egy XMOS XU316-os MCU felel. A Bluetooth vevő is maradta már korábban megismert Qualcomm QCC5125-ös a szokásos kodek támogatással. Az ARM mikrokontrollertől balra találjuk az SMS-el saját fejlesztésű CK03 névre hallgató óráját. A koaxiális digitális bemenetről hiányolom a leválasztó transformátort, hiszen egy esetleges földhurok eléggé meg tudja viselni a digitális jelünk minőségét. A digitális analóg átalakító megtervezésénél az AKM egy rendhagyó koncepciót valósított meg. Két teljesen különálló IC alkotja a rendszert. Az AK4191-es kizárólag a digitális tartományért felel, és ennek megfelelően például a digitális szűrést és a Delta Sigma átalakítást is ez az egység végzi, amíg az AK4499EX az analóg tartományért felel, és itt történik a digitális elek analóg alakítása. A két tartomány fizikai elkülönítésével gyakorlatilag a legtöbb nagy frekvenciás zajt termelő egységet, a lehető legtávolabb vihetjük a zajra a legérzékenyebb részétől a konverternek. Ennek a megoldásnak köszönhetően akár 600 ezer százalékos torzítás is elérhető, főleg ha az analóg oldalon dual mono konfigurációban két darab 4499X-et használunk. Az sms oldalon oldalán az összefoglalóban ez a konfiguráció lett feltüntetve, de a DO300X-et felnyitva én csak egy darabban alul AKM csipet találtam, szóval ezt az információt biztosan elírták a honlapon. A többi passzív alkatrész minőségén ezúttal sem sporolták, és mindenfelé jó minőségű nichicon, rubikon és vima kondenzátorokat találhatunk a panelon. A fejhallgató erősítő a Texas Instruments TPA 3120A2 erősítő IC-ét használja, amely tulajdonképpen egy klasszikus AB osztályú erősítő. Az IC kimenete viszont single-ended, tehát az előlapon található 4,4 mm-es szimmetrikus fejhallgató kimenet inkább csak kényelmi funkció, és a használata semmilyen előnyt nem jelent a 6,3 mm-es jack kimenethez képest. Ez az erősítő viszont becsületes kimeneti teljesítménye rendelkezik, 32 ohm impedancia esetén 1 wattot képes csatornánként a kimenetekre pumpálni, ami bőségesen elég lehet akár ahhoz is, hogy egy viszonylag bonyolultabban meghajtható fejhallgatónak is rendesen odapörköljünk vele. A Hifiman Edition X-es planárfeje meg sem kotyant neki. A felhallgató kimenet zajpadlója is elég alacsonyan van, mert egy viszonylag érzékeny fülmonitorral is alig volt hallható bármilyen háttérzaj. Szóval alapvetően egy elég jól használható felhallgató erősítő került a do 300 x be és nem érzi úgy az ember, hogy csak beleraktak valamit, hogy kipipálhassanak egy újabb rubrikát a funkciólistán. Amit viszont meg kell jegyeznem, hogy az előbb említett nagy érzékenységű IEM használata esetén halk pattanásokat hallottam a felhallgató kimeneten, be- és kikapcsoláskor, illetve a zeneszámok közötti léptetések során, valamint akkor is, amikor a DAC felbontást váltott. A vonalkimeneteknél vagy a hifi men fejes használata közben ilyesmi egyébként nem tapasztalható. A do 300 menü rendszerében a DAC minden fontos paraméterét teljes kontroll alatt tarthatjuk. Az első menüpontban az öt digitális bemenet közül választhatunk. A második menüpontban a kimenetek között váltogathatunk. Itt választhatjuk ki, hogy az analóg jelet kiküldje -e a DAC az összes vonalkimenetre, illetve azt is meghatározhatjuk, hogy kizárólag az RCA vagy az XLR kimenetek legyenek-e aktívak. Itt kapcsolhatjuk be a felhallgató kimenetet is. Ilyenkor természetesen a vonalkimenetek elnémulnak. Ami nagyon tetszett, hogy a do 300 x külön megjegyzi a hangerő állását a vonalkimenet és a fejhallgató kimenet esetén is. Így természetesen az is elkerülhető, hogy a maximális teljesítmény véletlenül rászabaduljon a fejhallgatónkra, amely sem a hallásunknak, sem a fejesnek nem tenne jót. A következő menüpontban 6 különböző PCM szűrő közül választhatunk. Az ezt követő menüpontban a DSD szűrő sávszélességét állíthatjuk széles, illetve keskeny sávúra. Lépjünk is tovább a következő beállításra, amely segítségével a felhallgató erősítő erősítését lehet alacsony vagy magas szintre beállítani. Nyilván egy érzékeny fülmonitorhoz az alacsony beállítást fogjuk választani, amíg egy nehezebben meghajtható terhelés esetén a magas szintű beállítás lesz a nyerő. A következő menüpontban négy különböző hangzás profil közül választhatunk. Én őszintén szólva nem érzek nagy differenciát ezek között, de érdemes velük kísérletezgetni. Ezután a preamp üzemmódot állíthatjuk be. Itt három lehetőség közül választhatunk. Az első az előerősítő üzemmód, amely segítségével a dakon szabályozhatjuk a hangerőt. Ezt követi egy fix hangerő üzemmód. Ezzel kapcsolatban az az érdekesség továbbra is fennáll, hogyha ha ezt az opciót választjuk, akkor a hangerő azon a szinten fog fixálódni, ahol éppen állt. Ugye a megszokott működése ennek a funkciónak az lenne, hogy 0 decibelre állítja be és ott rögzíti a hangerőt. Az utolsó opció segítségével pedig mínusz két és fél decibelben fixálódik a hangerő, mind PCM, mind DSD lejátszása esetén. Ellenben a DSD jel ilyenkor nem esik át semmilyen előzetes jelfeldolgozáson, az közvetlenül átalakításra kerül. Ennek a funkciónak az a furcsasága, hogy ha a felhallgató kimenetre váltunk, akkor annak a hangereje természetesen továbbra is változtatható, de a hangerő állása ilyenkor nem jelenik meg a kijelzőn, csak ez a mínusz két és fél decibeles érték. A következő menüpontban azt állíthatjuk be, hogy a távirányító FN gombjának a megnyomására milyen parancsot hajtson végre a Ez lehet a felhallgató kimenet és a vonal kimenetek közötti váltás, a Bluetooth vevő bekapcsolása, vagy az összes kimenet közötti váltás, illetve a kimenőjel fázisának a meghatározása. A következő két menüben az i bemenet lábkiosztását konfigurálhatjuk be a különböző elterjedt megoldásoknak megfelelően. Ezt követően a kimenőjel fázisát invertálhatjuk, amennyiben erre szükségünk van. A Dimmer menüben azt állíthatjuk be, hogy a kijelző mennyi idő elteltével kapcsoljon ki, a Brightness menüpontban pedig a kijelző fényerejét állíthatjuk be. Végül a Reset menüben a DAC összes beállítását vagy csak a Bluetooth modult állíthatjuk vissza a gyári értékekre. Most pedig térjünk rá a do 300 x hangminőségére. Az SMS-el a Gaster 26-ossal hasonlítottam össze, ami persze nem igazán fair dolog, de kíváncsi voltam, hogy az általam referenciának használt eszközhöz képest hogyan teljesít az SMS-el cucca. Meg kell, hogy mondjam, hogy egészen jól tartotta magát az ellenállás létrás Gaster mellett. A hangtónus szempontjából szinte teljesen megegyezik a kettő, a do 300 x is viszonylag meleg hangkarakterrel zenél, de erre egyébként egy AKM csíp esetén számítani is lehetett. Az R26 mélyei kisé teltebbnek és részletesebbnek tűntek a do 300 x mellett, de ez elég marginális különbség volt. Ami már sokkal szignifikánsabbnak tűnt, az az alsó-közép tartomány tisztasága és részletessége. Az R26 egy énekes hangját sokkal közvetlenebbé, intimebb és teltebb hangzásúvá varázsolta, amíg a do 300 x esetén olyan volt, mintha a vokalisták előtt lenne egy függöny is. Az R26 egyértelműen több részletet mutat meg azokban a frekvencia tartományokban, amelyekre a fülünk a legérzékenyebb, de mondjuk úgy, hogy ajánlom is neki, mert mégiscsak három és félszer többe kerül a do 300 x nél a magas tartományban szinte teljesen megegyező módon teljesít mindkét DAC, Egységesen, finoman, kiegyensúlyozottan és kellő részletességgel zenélnek. A magas hangok tekintetében tehát a két eszköz egában van, mint ahogy a térleképzés minősége, a színpad mérete és kiterjedése is igen hasonló mindkét eszköz esetén. A felhallgatós rész teszteléséhez előkerült a kord Mojo 2 és a Hifiman Edition X-es felhallgatóm is. A do 300 x néhány száz millivattal többet tud kipréselni magából a Mojo-nál, szóval az erő és a tartalékok tekintetében nincs hiány. Aki esetleg egy ennél egzotikusabb fejest szeretne meghajtani, az úgy gondolom nem a célközönsége se a Mojo-nak, se a do 300 x nek a hangtonus és térleképzés szempontjából itt sincs lényeges különbség a két eszköz között, nyugodt és meleg hangzás ellenzi mindkettőt, és bár a Mojo halhatóan több részlet kibontására képes, mint a do 300 ex de az olló sokkal kisebbre nyílik, mint a Gaster 26-os esetén, szóval akinek nincs szüksége a Mojo 2 hordozhatóságára, annak szerintem ez nem feltétlenül éri meg a do 300 ex helyett. Annak ellenére is az a véleményem, hogy a 4,4 mm-es szimmetrikus felhallgató kimenet egyértelműen teljesen feleslegesen került rá az előlapra. Az SMS-el DO300EX összességében szerintem egy jól sikerült DAC amplett. Van benne még egy-két szoftveres apróság, amin a jövőben csiszolni kellene, de a néhány hetes használat során semmilyen problémával nem találkoztam bár egyre kevésbé van jelentősége, de az MQA forrásokat is hiba nélkül játszotta le, beleértve az MQA CD-ket is, szóval a funkciók implementálása ezúttal teljesen problémamentesre sikerült. Ez az eszköz a videó készítésének az időpontjában 469 dolláros áron vásárolható meg az Audio Audio weboldalán, amiről azt gondolom, hogy elég versenyképes ár azt figyelembe véve, hogy cserében 80% Gaster 26-ot és 90% Kord Mojo 2-t kapunk, már ha értitek az analógiámat. Ráadásul a korábbi SMSL termékekhez képest most tényleg valami mást kapunk, hiszen a technikai megvalósítás is rendhagyó, és végre a DAC is máshogy szól, mint ahogyan azt az ISS chipes eszközöktől megszokhattuk. Ennyi mára, amennyiben meg szeretnétek osztani a véleményeteket ezzel a videóval kapcsolatban, akkor azt megtehetitek a videó alatt, vagy a csatornám Discord szerverén. Köszönöm a figyelmeteket, nem sokára újra jelentkezem.